1949 óta május 8-án a Vöröskereszt megálmodójának, Henri Dunannak a születésnapján ünnepeljük a Vöröskereszt megalakulását. 1881-ben, május 16-án egyesült az Országos Önsegélyező Női Egylet és a Vöröskereszt Férfi Egylete, és megalakították a Magyar Vöröskeresztet. A Vöröskereszt munkatársai, aktivistái azóta segítik a rászorulókat, szervezik a véradásokat többek között. A Fejér vármegyei szervezetnek a taglétszáma körülbelül 1300 fő, ebből 150 fő önkéntessel rendelkeznek. Az utóbbi években a Vöröskereszt taglétszáma csökkent. Sajnos nem elég sokan, főleg az utóbbi években, ugye nyilván az embereket ért problémák, munka, életvitel, ez azért lecsökkentette a Magyar Vöröskereszt létszámát, de talán most, hogy bizonyítottunk újba, hiszen egy háború zajlik szomszédunkban, és nagyon keményen kivesszük a részünket a menekültek ellátásában, és ezt látják a magyar emberek. Látjuk, a támogatás nagyon-nagyon megnőtt. Én bízom benne, hogy az idén, hogy átszámoljuk, ez a taglétszám akár a duplája is nőhetett ezzel kapcsolatban. A rendezvényen részt vett Östör Anna Mária egészségügyi, sport és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok, aki szerint jó az együttműködés a vármegyei és a városi szervezettel, kölcsönösen számíthatnak egymásra. A Vöröskereszt munkáját talán a véradásokon keresztül ismerik a legjobban, de tudni kell, hogy ők nagyon sok rendezvényre jönnek, a gyerekek oktatásában szerepet vállalnak, hiszen nagyon sok gyereket tanítanak meg, az újraélesztéssel, elsősegélynyújtással, kötözéssel, tehát rendkívül fontos egészségre nevelő munkát is folytatnak. Az ünnepségen elismeréseket adtak át azok számára, akik hosszú évek óta segítik a Vöröskereszt munkáját. A Vöröskereszt világnapja alkalmából adjuk át a vármegyei szervezet nevében azoknak az önkénteseinknek és a mozgalmunk támogatóinak ezeket a kitüntetéseket, akik nagyon hosszú évek óta támogatják a mi munkánkat. Ez lehet egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel, mindenféle programunkon a részvétel, szociális programjainknak a segítésében. A Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés gyémánt fokozatát vehette át Tárnok Lajosné, aki 1960-ban lépett be a Vöröskeresztbe, és hosszú évekig a Váli Alapszervezet titkára volt. A Vöröskeresztes munka az nem szóló éneklés, hanem dalárda. Tehát ahol sok ember egy szólamba akar énekelni, és az szép, és jó, és örömet szerezni, segíteni, annál szebb feladat azt hiszem, hogy nincs. A Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés bronzfokozatát vehette át Osváth Ferencné, Szűcs Istvánné és Söffer Anikó, aranyfokozatot kapott Határhegyi Józsefné.